üdvözletünk! Narutót gondolom senkinek sem kell bemutatnom, és bár én nem rajongok sem érte, sem a mangákért, mikor annó öcsém nézte, néha én is belekóstoltam a dologba. Számomra a manga egyet jelent a Dragon Ball korai részeivel, amit régebben minden sulit követő délutánon lestünk a tévében, amolyan mini családi programgyanánt. Az évek múltak, én felnőttem, és már annyira nem tud lekötni ez a dolog, de azt meg kell hagyni, hogy a Naruto játékok mindig is tetszettek. Jelen előzetesünk alanyai szimpatikus, nézzük is meg, hogy miért. Sztori tekintetében az előző részt folytatják, amikor is belecsöppenünk a negyedik nagy ninja háborúba, és az biztos, hogy nem aprózzák el a készítők, mert nem egy, hanem mindjárt egy rakás kalandban lehet részünk, hiszen minden komolyabb szereplő kap egy kis szeletet a játékban. Természetesen az idősíkok is változnak, így a régmúlttól kezdve egészen a jelenig akciózhatunk, miközben a földbe döngölünk mindenkit, aki csak ránk mer nézni. Kellemes meglepetés, hogy a történetet több helyen is befolyásolhatjuk az általunk preferált válasszal, aminek hála a végkifejlet teljesen más irányba is eltolódhat, ezért a többszörű végigjátszás szinte garantált. Eme kalandok közben egyébként minden harcnál lesz egy amolyan titkos trükk, amit ha bevetünk, nem kis előnyre tehetünk szert. Nem kell aggódni, a kombó a képernyőn fog villogni, úgyhogy ha beütjük, indulhat is a Quick Time Event, aminek hatására csak úgy omlik le az ellenfelünk életereje. A harcok is változnak, sokkal lassabb, taktikusabb küzdelemre lehet számítani, és véleményünk szerint üdvözítő, hogy nagyobb, epikusabb boss harcok megvívására is nyílik lehetőségünk, így akaszthatunk majd bajszot a 9 farkú rókával is. Érdemes még megemlíteni az úgynevezett awakening módot, amit mostantól kezdve akár már az összecsapások legelején is bevethetünk. Ilyenkor karakterünk kicsit bedurbul, és rövid ideig hatalmas bónuszokkal karöltve csapkodhatunk, de vigyáznunk kell, mert ha letelt, akkor meggyengülve nézünk elébe a soron következő pofon. Ráadásul újból nem tolhatjuk el. A játék látványvilága remek, hozza a szokásos anim stílust, sőt még oda is ver neki. Külön öröm lesz nézni a hatalmas harcokat, vagy az óriási Godzilla méretű ellenfeleket. A helyszínek is jónak ígérkeznek, ráadásul a harcok közben még kapcsolatba is léphetünk a térrel. Természetesen a karakterek terén sem fogunk szűkölködni, a végső változatban több mint 80 arcot állíthatunk csatasorba. A Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 tehát fogja magát és visszatér a gyökerekhez. A látvány remeknek ígérkezik, a sztorit övező választásoknak hála többször is kitolhatjuk, míg a hatalmas karakter választék biztosítja, hogy mindenki a kedvencével vághasson neki a harcoknak. A megjelenésig már nincs sok hátra, ha minden jól megy, akkor már március 8-án belevethetjük magunkat Naruto kalandjaiba. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! だからこそ、俺はここで答えを見つけてみせる。